mai témát nyilvánvaló, hogy nagyon sokakat érdekel, és hát az emberek kíváncsiságát fölkelti, akik talán ugye nincsenek is olyan közel a egyházunkhoz és a vallásos élethez, pedig hát ez egy olyan téma, amiről tényleg mindenfajta szenzációkeresés és mindenféle ilyen, tehát eltúlzott és fölszínes kíváncsiság nélkül kell hozzáállni, nagyon komoly hittel és nagyon komoly imádságos lelkülettel. Ugye a témánk az egyház küzdelme a gonosz lélek ellen. Egyrészt a hallgatóság közül volt, aki kérte, hogy ez a téma is kerüljön sorra. Másrészt már a korábbi előadásokban, különösen a spiritizmusról szóló előadásban érintettük már azért ezt a világot, ezt a tematikát, és a másik pedig az, hogy ez a nagybőjt időszak, különösen is a gonosz lélekkel való küzdelem ideje, ugye a legősibb időtől kezdve a római rítusban a nagybőjt első vasárnapjának az evangéliuma, ugye a megkísértés evangéliuma, az Úr 40 napos böjtje és háromszoros megkísértése, és ez így maradt az új rítusban is minden évben, tehát igencsak megadja az egész nagybőjtnek a hangulatát, hogy mi is egy ilyen lelki harcba vagyunk a gonosz lélek ellen, hogy a megváltás teljes mértékben diadalmaskodjék bennünk. Ugye a mai evangéliumban is hallottunk egy rövid részt, ahol az Úr Jézus leírja a gonosz léleknek a működését, gondolkodását, logikáját, és hát a régi rítusban a nagybőjt harmadik vasárnapján is egy bőséges evangéliumi szakasz van, ahol szintén visszatér ez a tematika. Egyébként ugye a különböző forrásokból merítem azt, amit most mondani fogok. Az egyik legfontosabb Gabriel Amort, most már 90 éves atya, aki a Római Egyházmegye hivatalos exorcistája. Ugye hát ő írta ezt a közismert könyvet, egy ördögűző tapasztalatai, ami kapható magyar nyelven is, de más könyve is vannak, amiket még nem fordítottak le. Ezen kívül hát nekem a személyes tapasztalataim közül, ugye hát többször a lelkipásztori munka során találkoztam ilyennel, hogy ördögi zaklatások, illetve átkok, rontások és azoknak a következményei, de egy alkalommal a olaszországi tanulmányaim során én személyesen is tanulja voltam és segítkeztem egy exorcizmusnál, amit ugye a firenzei érsek engedett, tehát majd visszatérek erre is. És hát ugye nem utolsó sorban a liturgikus tanulmányaim során én liturgikát tanultam a Pápai Liturgikus Intézetben, és ott is a Szentelvények című kurzuson szó volt az exorcizmusról, úgyhogy ezek alapján próbáltam összeállítani egy ilyen összefoglalót. Hát először nézzük csak a sátán léte, a gonosz szellemeknek a valósága. Ugye erről ma azért kell beszélni, mert a modern teológia nagyon hajlamos ezt az egész témát félre söpörni, illetve hát ilyen nevetséges középkori babonának tekinteni, ami hát a mai ember számára szégyenletes, hogy egyáltalán ezzel foglalkozzunk. Illetve nagyon sok biblikus, és ez főleg a modern biblia tudománynak a sara, hogy úgy próbálja beállítani, hogy ez az egész angyalvilág, és különösen a démonok világa, ez tulajdonképpen a pogány mitológiáknak, különösen a babiloni mitológiának a hatása ugye Izrael népére, hogy így került be a Szentírásba, hogy valóban ez egy korhoz kötött tanítás, amit ma már szimbolikusan kell értelmezni. Ugye tehát a sátán, mint a rossznak a szimbóluma, a megszemélyesítése. Egyébként nagyon érdekes, hogy az egyik németországi exorcizmus során a 70-es években egy híres eset volt Anneliese Michels, aki ugye az úgynevezett engesztelő célzatú ugye megszállásnak az áldozata volt, tehát ő semmi, nem az ő személyes létke és nem is más létke miatt történt ez a megszállottság, hanem
Isten megengedte azért, hogy engeszteljen a modernkori bűnökért, és ugye hát az ő exorcizmusa során a gonosz lélek azt mondta egyszer, hogy hát professzor, nem hisz bennem. 69-ben írt egy könyvet, ez a Herbert Haag nevű biblikus, aminek az a címe, hogy búcsú a sátántól. Tehát azt igazolja, ugye, hogy ez az egész egy legenda. És erre azt mondja a gonosz lélek, hogy hát professzor, nem hisz bennem. De rövidesen találkozni fogunk, és akkor tűnni fog. Hát ugye ez azért elég jellemző. És ugye hát egész a mai korig a teológiai gondolkodást ez nagyon befolyásolja. Gábriel Ámor atya még II. János Pál pápa elé is fölterjesztette ezt a problémát, hogy bizony nagyon sokan, még a püspökök, papok közül sem hisznek a gonosz lélek létében, lekicsítik azokat a papokat, akik ezzel foglalkoznak, sőt azokat is, akik ugye hivatalos exorcista kinevezésre rendelkeznek, kinevetik azokat a híveket, akik ilyen panaszokkal fordulnak a lelki pásztoraikhoz, pszichiáterhez küldik őket, stb. És ugye, szóval II. János Pál pápa azt válaszolta, hogy hát bizony, aki nem hisz a sátán létében, az az evangéliumban sem hisz. És ez egy nagyon-nagyon mély és komoly igazság. Hogy csak akkor tudjuk mi Jézus Krisztus megváltói bűvének a mélységét jobban megérteni, az ő egész életének, halálának, föltámadásának az igazi értelmét fölfogni, hogyha komolyan veszünk ezt a részét is az evangéliumnak, hiszen ugye az Úr Jézus maga is úgy írja le az ő működését, hogy az emberfia azért jött, hogy lerontsa a sátánnak a bűneit. És nem utolsó sorban ugye az Úr Jézusnak a tevékenységének a nagy része, az jelentős része, ugye exorcizmusokból állt. Tehát ő híres ördögűzőként lesz volt számon tartva, és hát ugye a modern biblikusok ezeket a jeleneteket szintén úgy értelmezik, hogy biztos ugye az evangélisták ezt tére értelmezték, hogy egy epilepsziát vagy egy akármilyen pszichikai betegséget ugye a tudatlanságuk, a műveletlenségük folytán az ördögnek tulajdonította. Pedig hát azért ugye a Lukács maga is orvos volt, és pontosan nem tudta különböztetni a fizikai vagy a lelki betegségeket az ördög által okozott panaszoktól, és a kettő az már az evangéliumban is teljesen világosan el van választva, meg van különböztetve, tehát nem voltak az evangélisták annyira tudatlanok és naivak, ahogy ez ma egyeseknek tűnik. Tehát az Úr Jézusnak ez egy nagyon fontos tevékenységem volt, hogy ugye ez a mennyek országának a jele, hogy közel van az Isten országa, mert én itt vagyok, és az Isten ujjával kiűzöm a gonosz lelkeket. Ugye az Isten ujja, az a Szent Lélek. Mit tudunk a Szentírás alapján a gonosz lélekről? Ugye elsősorban azt tudjuk, hogy a sátán és a gonosz, a bukott angyalok, azok ugye Isten teremtményei. Miért kell ezt hangsúlyozni? Azért, mert mindig is volt egy ilyen irányzat, amit gnoszticizmusnak hívunk, és ami egy dualista világképpel rendelkezik, tehát két alap el van, ős principium, a jónak az őselve az Isten, és a rossznak az őselve a sátán, a kettő egyenrangú, tehát minden kettőnek isteni rangja van. És ugye hát ez az, és általában a szellemet az Istennek tulajdonítják, az anyagot a sátánnak. Hát ugye ez az, amit a kereszténység mindig is elutasított, nem, egyáltalán nem két egyenrangú féről van szó. A sátán Istennek a teremtménye, ugye angyala, akit eredetileg az Isten jónak alkotott. Természetesen, ahogy mindent úgy, az ördög és a gonosz lelkek is eredetileg jók voltak, és saját döntésük alapján lettek gonoszok. Miért adta meg az Isten ezt a lehetőséget, hogy ők saját döntésük alapján elszakadjanak tőle? Azért, mert az Úristen úgy akarja, hogy az ő összes teremtménye a szeretetben bontakozzon ki. A szeretet által jusson el a céljához. És egy szeretet lehetetlen ott, ahol nincs szabad akarat. Ugye szeret van, ahol kényszer van, ott nincs szeretet. A szeretet az egy szabadon ajándékozott dolog.
És ezért az Úristen minden ugye szellemi teremtményét, az angyalokat, az embereket is szabadon teremtette, és hát ugye ezzel pedig együtt jár annak a lehetősége, hogy a rosszat válasszák, hogy nem az Istent válasszák, hanem az Isten nélküli életet. És hát ez az oka mindenfajta rossznak. Na most ugye mi emberek, hogyha Isten ellen döntünk, ha Isten nélkül akarjuk élni az életünket, azért megvan a lehetőség a megtérésre. Mert a mi értelmünk és akaratunk nem annyira éles és tökéletes, hogy visszavonhatatlanul teljes lényünkkel dönthetünk dolgok mellett. Tehát mindig vannak lehetősége annak, hogy a kegyelem minket visszavezet Istenhez. Az angyali intelligencia egészen más, tehát egy angyal úgy dönt, hogy minden információnak a teljes birtokában van, tökéletesen átlátja a dolgot, és amikor egy döntés hoz, akkor ez a döntés végérvényes, visszavonhatatlan. Ugye voltak az ókorban is olyan teológusok, például Origenész, akik imádkoztak a sátán megtéréséért. Hát ennek nincsen értelme, mert ugye a sátán nem tud megtérni. Ugye az angyali intelligenciának ez a lényege, hogy nem tud változtatni az egyszer hozott döntése. Tehát, hogy mi volt ez a próbavétel, amit az Úristen az angyalok elé tett, hát erről többféle teológiai vélemény van. Elképzelhető, hogy például megmutatta nekik a jövőt, hogy az isteni, ugye ige, a második isteni személy emberré lesz, és emberként is ugye az angyalok fölé kerekedik, sőt az ő édesanyja, aki teljesen ugye az emberi nemből való, az angyalok irányvonalára lesz, és ugye ezt nem bírta elviselni a legkiválóbb angyalnak, ugye a Lucifernek a gőgje, a büszkesége, és emiatt aztán föllázad az Isten ellen. Egyes bibliai adatok alapján arra lehet következtetni, hogy az angyalok körülbelül egy harmada követte őt ebben a lázadásban, és ezért az Isten ugye megvonta tőlük a boldogító színelátást, és hát tulajdonképpen tiszteletbe tartván az ő döntésüket, hogy nélküle akarják élni az örökké valóságukat, eltaszította őket maguktól, és ezért az angyalok ugye örök büntetésre vannak ítélve, örök boldogtalanságra, és ez az abszolút reménytelen helyzet, mert ugye Isten, ők már tudják teljesen világosan, hogy minden jónak, minden boldogságnak, minden békének is, örömnek is, szeretetnek a forrás az Isten, és hát ettől a forrásból szakadtak ők el. Ugye, hogy ezeknek a bukott angyaloknak volt egy vezére, akit Lucifernek nevezünk, vagy sátánnak ugye, őt nevezi a Szentírás úgy, hogy az ördögök fejedelme, illetve a Jelenések könyve, ott van a sárkány és az ő angyalai. És hát a Lucifer név az egy kicsit utal Izaiás könyvére, Izaiás 14-12, ahol eredetileg a babiloni királyra vonatkozóan mondja az Úr, hogyan buktál le az égből fényhordozó, a hajnal fia? Gőgödben azt mondta, fölemelkedek az égre, és a csillagok fölött állítok magamnak trónust. Magasabb leszek a fölséges Istennél. Tehát ugye a gőg volt ezek az angyali bűnnek a lényege, az, hogy a ugye Lucifer maga akart az Isten helyére állni, és a teremtményektől is isteni, Istennek kiálló imádást követelt később ugye az embertől. Tehát ez a lényege a mindenfajta kísértésnek, amit vasárnap is hallottunk, hogy mindezt neked adom, minden hatalmat is, fény, ha leborulva imádsz engem. Tehát a sátának ez a célja, hogy őt Istenként imádják, ugye. Hát ez a sátánizmusban meg is valósul teljesen. Nos, hát mivel a sátán már tudja, hogy végérvényesen elvesztette az örök boldogságot, és hát látta, hogy az ember, aki pedig nála sokkal gyöngébb, alávalóbb, nyomorultabb teremtmény, mégis meghívást kapott az örök életre, élvezi az Isten szeretetét és kegyelmét,
És mivel hogy a sátán már nem tud ártani az Istennek, nem tud rajta bosszút állni, hát ezért minden gyűlöletét és bosszúját az ember felé irányítja, és az ember akarja megfosztani az örök boldogságtól, természetesen ravaszul, ugye barátságot színlelve, ahogyan azt a ugye Ádám és Éva történetéből is tudjuk, és tulajdonképpen ugye a valóság az, hogy a sátán annyira gyűlöli az emberiséget, hogy Szent Ágoston szava szerint, hogyha Isten nem fogná őt vissza, nem korlátozna hatalmát, akkor egy pillantás alatt az egész emberiséget elpusztítaná. Egyébként volt római tanulmányaim során egy paptársam, akihez egyszer jelentkezett nála egy hát ugye olyan személy, akit zaklattak az ördögök, hát talán megszállott is volt. És ugye hát ő próbálkozott imádkozni a megszállott fölött, és megáldotta őt, és erre ugye a gonosz lélek, hát ugye megnyilvánult, tehát a jelenléte, elkezdett beszélni, és akkor megkérdezte ez a társam, hogy ki vagy? És az volt a válasz, hogy az vagyok, aki gyűlöllek téged. Tehát ugye a sátán így mutatkozik, hogy az vagyok, aki gyűlöllek téged. No, egyébként az exorcizmus alatt általában nagyon-nagyon alattomos és a méltatlanabb módon ugye gyalázni szokta az ördög az exorcistát, és mindazt, amit az Istenhez tartozik, ugye. Na most ugye miért van a sátánnak mégis valamiféle hatalma az ember fölött? Ezt megint az egyházatják mondják, hogy az ördög olyan, mint ugye a láncra vett kutya, csak azt harapja meg, aki eléggé közel merészkedik hozzá. Tehát azt annak tud a sátán igazából ártani, aki önként ugye a bűn mellett dönt, aki önként hallgat a sátánra, és a bűn által tulajdonképpen a sátán jogot formál az emberre. Tehát, hogyha nem lett volna bűn, akkor nyilván semmifajta ártó hatalma nem lett volna az ember fölött. Hát ezért, mivel hogy az ember bűnbe esett, és az emberrel együtt az egész természet a bűn hatalma alatt áll, ezért nevezi a Szentírás több helyen a sátán e világ fejedelmének, sőt e világ istenének. Egyébként a ugye későbbi teológiai ugye reflexió arról beszél, hogy az angyalok és így a gonosz lelkek is tiszta szellemek. Ugye az elején még az első századokban egyik-másik egyházatja valamiféle testet is tulajdonított az angyaloknak. És azt mondta, hogy hát a bukott angyaloknak a teste az egy kicsit sűrűbb anyagból van, mint a jó angyaloknak a teste. Tehát amikor megjelenik egy angyal, ugye, vagy egy gonosz lélek, akkor ez egy valódi materiális test, ami ott előttünk áll. Ellenben, tehát ez már Szent Ágoston tisztázta, hogy semmifajta anyag nincs az angyalokban, azok ugye testetlen, tiszta szellemi lények. Egyébként ez a név, hogy angyal, annyit jelent, ugye görögül, hogy küldött. Tehát az angyal az nem a természetüket jelenti, hanem a szerepüket, a feladatukat. Tehát akkor angyalok, amikor Isten küldi őket hozzánk, a természetük szerint ők szellemek, tehát tiszta szellemek. És azt is tudjuk, hogy az egyetlen szellemek, akik léteznek a világmindenségben, azok az angyalok, a jó vagy a rossz angyalok. Tehát ezen kívül más szellemek nincsenek, leszámítva az emberi, ugye az elhunyt emberek lelkét, tehát azok is szellemek, de tehát ezek a fajta szellemek, akikről a spiritisták beszélnek, vagy a különböző okkult tudományok, amik ugye függetlenek volnának az Isten által alkotott angyaloktól, ez nincs. Tehát ha valahol szellemről van szó, szellem jelenlétről, akkor az vagy angyali, vagy démon jelenlét. Harmadik fajta nincs. Na most az angyal, mint tiszta szellemi lény, értelemmel és szabad akarattal rendelkezik. Az angyalok személye, tehát ugye minden angyal egy külön személy, akinek ugye van értelme, szabad akarata, és az értelme viszont nem úgy működik, mint az emberi értelem, mert az ember hogyan
tud tudást szerezni? Hát egyrészt, tehát minden tudása valamiképpen az érzékeken keresztül jut el hozzá, és utána az értelme ezeket az információkat feldolgozta. Az angyaloknak nem kell így tapasztalniuk, tanulniuk, hanem egyetlen egy tekintettel átlátják az egész területet. Tehát minden összefüggést látnak, és emiatt az a tudásuk sokkal tökéletesebb. Azonban ugye vannak nagyon komoly korlátok, tehát egyetlen egy angyal, és így az ördög sem minden tudó, nem mindent látó. Ezt majd meglátjuk később, hogy tehát nem kell pánikba esni, hogy az ördögök ismerik minden tettünket, minden gondolatunkat, nem. Csak az Istennek van hatalma behatolni az ember lelkébe és gondolataiba. Az angyalok és az ördögök is egyedül azt tudják, hogy a tetteink alapján, mert megfigyelnek minket, elemzik a viselkedésünket, következtetnek a belső világunkra, gondolatainkra. Ugyanúgy például az ördög nem tudja a jövőt, nem ismeri. Tehát amikor jövendőlni próbál, akkor csak nagyon ravaszul következtet a jövőre, a jelennek a tökéletesebb ismeretéből, de nem ismeri a jövőt, mert az Isten az, aki ismeri a jövőt egyedül. Ugyanúgy például az angyaloknak a jelenléte. Az angyalok és ugyanígy az ördög sem nem mindenütt jelenlevő. Tehát csak az Isten az, aki mindenütt jelen van. Tehát az angyali jelenlét nem fizikai. Tehát, hogyha kérdezzük, hogy hol van az angyal, vagy hol van az ördög, sehol, nem egy fizikai helyen, hanem ott van jelen, ahol aktív, ahol cselekszik. Tehát ugye az exorcizmusok során, meg az ördögi jelenségek során történik olyan dolog, hogy bizonyos dolgok megmozdulnak, ugye, láthatatlan kéz mozgatja őket. Tehát ez csak úgy történhet, ugye, hogy a gonosz lélek a intelligenciája, az akaratával hatás, kifejti a hatását arra a tárgyra, de nem ő mozgatja, nincs keze, nincs mivel mozgassa. Tehát az akaratával mozgat. Ugyanúgy, tehát például az angyaloknak a mozgása nem úgy történik Akvinói Szent Tamás szerint, ahogy én ugye elindulok az A pontból a B pontba, és akkor egy utat kell megtennem közben, hanem úgy mozognak az angyalok, mint ahogy a gondolat mozog, hogy például most itt vagyok, mert erre az alkalomra gondolok, erre a közösségre, akik jelen van, de például most gondolhatok, mit tudom én, a valamilyen kínai eseményre. És egy pillanat alatt ott vagyok Kínában. Tehát ilyen módon az angyalok is egyszerre lehetnek akár több helyen is, illetve olyan is lehet, hogy ugye egyszerre, hát hogy mondjam, hogy tehát nem kell tudni, hogy átjusson egyik helyről a másikra. Tehát ez ugye nekünk nagyon nehéz ezt elképzelni, vagy erről beszélni, mert mi nem vagyunk tiszta szellemi lények, de egy kicsit ugye az emberi értelem működésével lehet ezt párhuzamra hozni. Egy másik nagyon fontos teológiai igazság, hogy az Isten sohasem tagadja meg az ő teremtményeit, akkor sem, hogyha azok ellene fordulnak, és nem vonja vissza a teremtményeknek adott adományait. Ezért az ördögtől nem vonta vissza az Isten a korábbi angyali intelligenciáját és a korábbi angyali képességét. Tehát ugye ezért van az, hogy az ördögnek rendkívül nagy hatalma van ugye az ember szempontjából. Tehát számunkra elképzelhetetlen hatalma, ereje, képességei vannak, mert ugye ez az angyali természettel jár, sőt az ördögök megőrizték azt a hierarchikus rangjukat, amit ugye az angyali karban elfoglaltak. Tehát ugye vannak valóban nagy és kis ördögök, azok, akik nagyon magasan vannak a hierarchiában, akiknek nagyobb a hatalmuk, és ilyen közkatonák, akik hát egészen egyszerű ördögök, a kisebb kísértéseket ők intézik. Tehát ugye ez az exorcizmus során nem mindegy, ezért kell kideríteni, hogy melyik gonosz lélekről van szó, mert egészen más jeleket fog produkálni, és egészen más lesz az eljárás is, attól függően, hogy hol van ennek az ördögnek a helye, az angyali hierarchiában.
És még egy röviden, hogy hogy jött el, hogy ugye a korlátok, hogy mégis Isten egyrészt, ugye, hogy milyen korlátok között kell az angyaloknak működniük. Tehát ezt már mondtuk, hogy nem mindenható, nem mindentudó egyetlen angyal sem, az ördög sem, nem mindenütt jelenlevő, nem tehet csodákat. Tehát ugye az a Szentírás figyelmeztet, hogy az ördög azért tud látszólag csodákat művelni, csodás jelekkel nagyon sokakat félrevezet, de ezek nem valódi csodák, hanem csak a mi szempontunkból fölfoghatatlan, ugye megmagyarázhatatlan dolgok. Tehát egy kicsit ilyen rossz hasonlattal úgy lehet elképzelni, hogyha én mondjuk most visszamennék a középkorba, és elővennék egy ilyen szerkentőt, amivel ugye föl lehet venni valakinek a hangját, fényképet lehet róla készíteni, beszélni lehet a világ másik végén levő emberekkel egy ilyen kis szerkentő által, bizonyára engem is csodatevőnek tekintenének, pedig egyáltalán nem arról van szó, ugye. Tehát az angyalok is ilyenek, hogy nagyon élvezik, illetve az ördög nagyon élvezi azt, hogyha játszadozhat velünk is, elhiteti velünk, hogy ő ugye micsoda csodákra képes. No. Következő, hogy nem csak a saját teremtett voltuk korlátozza az ördögöket, hanem az Isten akarata is. Tehát semmi olyat nem tehet az Isten, amit az nem tehet az ördög, amit neki az Isten meg nem enged. Ugye az Ószövetségben az egyik leghíresebb ördöggel kapcsolatos jelenet, ugye a Jób könyvében, amikor az ördög kikéri magának a jogot, hogy Jóbot ugye bántsa, hogy elvegye tőle a vagyonát, az egészségét, a családját, és akkor azt mondja neki az Úristen, ugye legyen, tehát próbára teszem Jóbot ezekkel a csapásokkal, de a kezedet nem emelheted rá, tehát az életét nem veheted el. Egyébként ez is egy fontos dolog, amit tudni kell az exorcizmussal kapcsolatban, ugye az ördög az őrület szélére tudja ugye hajszolni az ember. Nagyon szereti ugye a öngyilkosság irányába terelni, a kétségbeesés, a végső depresszió irányába. De hogyha valaki az Isten segítségét kéri, az egyháznak a szerterményeit igénybe veszi, akkor az Úristen soha nem engedi, hogy ténylegesen az illető ugye öngyilkos legyen, vagy meghaljon. Tehát ugye az életét az Úristen mindenkinek megkímélni, aki hozzáfordul. Az ördög nem tud minket megölni úgy, hogy mi az Istenhez fordultunk segítségért. Szóval ez nagyon fontos, hogy az Amortatja is többször beszél arról, hogy az ilyen végső kétségbeesésben öngyilkosságot próbáló megszállottakat az Úristen néha a csodával határos módon megmentette, az életüket megtartotta. No. Az ördögnek kétfajta működése van, itt már egy kicsit közelebb kerülünk a tényleges témához. Ugye a rendes működése, a hétköznapi működése az a kísértés. Hát ugye, hogyha kísértette a Isten fiát, ahogy vasárnap hallottuk, akkor hogy ne kísérteni a gyarló ember? Az ördög sohasem képes kényszeríteni. Tehát ő sugal, ő javasol, próbál az ember befolyásolni, de a végső döntés mindig az emberi. Ezért vagyunk felelősek a bűneinkért. Azonban Aquinói Szent Tamás figyelmeztet, hogy semmiképpen ne gondoljuk azt, hogy minden kísértés az ördögtől van. Tehát ne túlozzunk ebből a szempontból, mert sok kísértés tulajdonképpen csak is az embernek a szabad akaratából, az ember gyöngeségéből, vagy a korábbi bűneinkből származik. Tehát nagyon sok kísértésnek az okai mi magunk vagyunk, vagy a környezetünk is, nem az ördög. Ne kenjünk mindent az ördögre azért. Vállaljuk a saját felelősségünket is. Az Úristen miért engedi meg azt, hogy az ördög kísértsen minket? Nyilván azért, mert ő képes minden rosszat jóra fordítani. Az őt szeretőknek minden a javukra válik, és ahogy vasárnap is egy kicsit ezt érintettem a beszédben, meg talán más templomokban is talán kifejtették az atyák, hogy ugye a
Isten, amikor kísért minket, ugye ne vigy minket a kísértésbe, akkor nem úgy értjük, hogy Isten a rossz irányba terel minket, rosszra akar minket rávenni, hanem az Isten próbára tesz. És a próbatételnek a célja mindig az, hogy erősödjünk, hogy a hitünk növekedjék, hogy az Istenbe vetett bizalmunk növekedjék, hogy fölfogjuk azt, hogy Isten nélkül semmire sem vagyunk képesek, de Istennel együtt mindenre képesek vagyunk. Tehát ugye, aki legyőzte a kísértést, annak erősödik a hite, erősödik az Istenbe vetett bizalma, és érdemeket szerez az örök életre. Tehát ugye, voltak olyan esetek, hogy az Úristen megengedte az ördögnek, hogy szenteket is megszálljon. Kevesen tudják, hogy Kalkutai Teréz anya fölött is exorcizmusokat kellett végezni párszor, és vannak kanonizált szentek, akik az életük egy bizonyos korszakában megszállottak voltak. Szabályosan öntözésnek kellett őket alávetni. Miért engedte meg ezt az Isten? Nyilván azért, hogy ők ezáltal erősödjenek ennek a legyőzésével, még jobban növekedjék a hitük, még jobban Istenre kapaszkodjanak, és nem utolsó sorban, hogy a szenvedéseinkkel engeszteljenek. Tehát, hogy valamiképpen ugye Jézus engesztelő művéhez csatlakozza. Nézzük az ördögnek a rendkívüli működését. Ez a rendkívüli működés azt jelenti, hogy a kísértésnél erősebb hatása az ördögnek, ami hát ritkábban történik, mint a kísértés, ami mindennapos, de azért Amor Atya is arra figyelmeztet, hogy az utóbbi évtizedekben egyre gyakrabban érhetjük tetten az ördögöt a mindennapjainkban is, és egyre gyakrabban találkozhatunk ilyen rendkívül jelenségekkel is. A rendkívüli működés legenyhébb formája az ördögi zaklatás. A zaklatás azt jelenti, hogy ugye egy bizonyos helyen az ördög különösen is erős aktivitást fejt ki, egy személyre, vagy egy tárgyra, vagy egy házra például. Például egy házban megmagyarázhatatlan hangokat, vagy zajt lehet hallani, erős, hangos, erőteljes lépteket, vagy ajtók, ablakok becsapódnak úgy, hogy sehol nem volt húzat, vagy nem volt senki, aki becsapja őket. Vagy például hallatszik ismeretlen forrásból származó nevetés, vagy esetleg jajkiáltások. Olyan is lehet, hogy egy teremben hirtelen lecsökken a hőmérséklet, vagy ismeretlen forrásból ugye szellőt, vagy szelet lehet érezni. Olyan is lehet, hogy a tárgyak hirtelen eltűnnek, és utána egészen váratlan helyen megjelennek. Úgy is lehet ér, hogy az ember néha érzi, különösen akik erre érzékenyek, az ördög jelenlétét valamiképpen, tehát egyfajta különös félelmet, szorongást érez a lelkében. Olyan is előfordulhat, hogy például exorcizmusok alatt is vannak ilyenek, hogy különösen is rossz szagokat lehet érezni, ugye a közismert kénszag, vagy valamilyen rothadásszag. Azután például, hogy a képek elkezdenek ugye mozogni, vagy leesnek esetleg megmagyarázhatatlan okok miatt, az ablakok, az ajtók kinyílnak és becsukódnak. Olyan is előfordult az exorcisták szerint, hogy a tárgyak elkezdenek, megmozdulnak és egyszerűen röpködnek a szobában, tehát egészen extrém esetekben ilyen is előfordul. Vagy például a falakon, a tárgyakon megjelennek bizonyos foltok, például vérfoltok, vagy valami ilyesmi. Na most, ugye mondjuk a házak esetében mi lehet az oka az ilyen jelenségeknek? Az is lehet, hogy például valamilyen átok, rontás érte azt a házat, ugye? Akármilyen furcsán is hangzik, a 21. században is vannak olyan emberek, akik ebből élnek, és akiknek ez a fő foglalkozásuk, hogy átokat, rontásokat, különböző ilyen varázslatokat művelnek, ugye drága pénzért, és így
próbálnak ártani embertársaiknak az ördökhöz nem működésével. És hát ez ugye teljesen független tulajdonképpen a valakinek a műveltségétől, az iskolázottságától, a társadalmi rangjától, tehát ez igen művelt és gazdag és befolyásos emberek is szoktak ilyen dolgokat művelni. Tehát sajnos ugye ez nem lehet azt mondani, hogy a múltnak a kérdése. Na, vagy például olyan házban, ahol spiritista szeánsz történt, esetleg sátánista szertartás, esetleg ahol valamiféle extrém bűnös tevékenység zajlott, például gyilkosság, prostitúció, kábítószerkereskedelem. Nagyon sokszor ott is, ahol valaki öngyilkosságot követett el. Vagy olyan esetben is, például ezt az Amor atya különösen is hangsúlyozza, hogy olyan házban, ahol valaki tehát kitartóan, sokszor, gyakran, következetesen, agresszív módon folyamatosan káromkodik, tehát egy káromkodó, egy Isten káromló, az bizony ugye ajtót nyit a ördögi erők működésének. No, ilyen esetekben hát legtöbbször ugye nem kell exorcizmust végezni, hanem elég ugye házszentelést végezni, illetve szoktak az exorcisták ilyenkor misézni az adott házban. Egy következő lépés az, amikor az ördög elkezdi az áldozatait fizikailag bántalmazni, tehát már hozzáér az illetőnek a testéhez. Olvastunk például a Vianney Szent Jánosról ilyeneket, ugye, hogy ő nagy nyomtató volt, és már tudta, hogy amikor különösen éjszaka gyötörte az ördög, ugye, tehát nem egyszer volt, hogy a szomszédok is hallották a különböző zajokat, ugye nem egyszer Dió atya például ágya kigyulladt éjszaka, vagy mint tudom én, a testén ilyen mindenféle karmalások és ütések nyomai voltak. Nem egyszer volt azt mondani, hogy az ördög kidobta az ágyból, és hát így a szobán keresztül vonszolta. És akkor mindig Dió atya tudta, hogy na, jött a fickó, ugye fickónak nevezte az ördögöt, és másnap bizonyára, vagy valami nagy bűnös fog jönni, és akkor ugye a fickó nem engedi, hogy ugye én kihúzzam őt a karmaiból. Ugye a Pió atyáról is beszélnek ilyeneket, neki is voltak ilyen tapasztalatai, nagyon sok szent is beszél erről. Tehát ugye itt már arról van szó, hogy fizikailag is bántani akarja az áldozatát az ördög. Hát ugye Szénai Szent Katalin, Avilai Szent Teréz, Galgány Szent Gemma, már említett Vianney Szent János, de például a Szent Pál apostol is, amikor azt mondja, most 50. vasárnap azt olvastuk a régi rítusban, ugye, hogy Pál apostol felsorolja a különböző ugye, megpróbáltatásait, és azt mondja, hogy is végül a sátán angyalát kaptam, hogy szüntelenül zaklasson engem, ugye, tehát püskét kaptam a testembe, hát könnyen elképzelhető, hogy ez is egy ilyen ördögi bántalmazás volt. Az ördög egyébként nem csak az illető testét zaklathatja, hanem lehetnek különböző negatívumok az illető munkahelyén például, az emberi kapcsolataiban, a fizikai egészségében, tehát nagyon sok területen megfigyelhető ez a dolog, de mindig az a cél, hogy elszigetelje az illető szemét, hogy ugye kétségbeesésbe taszítsa őt, és így elszakítsa az Istentől. Aztán van az úgynevezett lidérc nyomás. Na most a lidérc nyomás, ez azt jelenti, hogy az ördög befolyásolja az illetőnek a gondolatait. Tehát az elmének, elme állapotát. Mégpedig nagyon erőteljes és nagyon kitartó extrém gondolatokkal, amelyekettől egyszerűen nem lehet szabadulni. Különösen éjszaka erősek ezek a gondolatok. Ugye extrém gyűlölet, megint csak kétségbeesés, öngyilkossági ugye, gondolatok. Az az elképzelés, hogy megőrülök és nincs, aki segítsen rajtam.
Tehát ugye nagyon nehéz ezeket leírni, de megint csak az a lényeg, hogy az illető teljesen ugye a kétségbe esésében abban a veszélyben van, hogy szembe forduljon, hogy elszakadjon az Istentől. És hát ugye nem egyszer éjszaka ezek a személyek félnek ugye letekülni, félnek ugye elaludni, mert azonnal jönnek ezek a gondolatok, de sokszor napközben is előfordulnak. És végül a legsúlyosabb az az ördögi megszállottság, ami ugye hát azt jelenti, hogy az illető testét birtokba veszi az ördög. Na most itt nagyon fontos a különbségtétel, tehát az ördögnek soha nincs hatalma az ember lelke fölött. Ezért lehetséges az, hogy szentek is lehetnek megszállottak, akik a megszentelő kegyelem állapotában vannak, mert a lelkét nem érinti, csak a testét. A lélek fölött akkor uralkodhat az ördög, hogyha valaki tudatosan átadja a lelkét az ördögnek, eladja a lelkét. Tehát vannak ilyen szövetségkötések az ördöggel. Hát akkor mondhatjuk, hogy az illető gyakorlatilag, tehát testestül, lelkestül a gonosz szolgálatában van, de a legtöbb megszállott esetében csak a teste fölött uralkodik a gonosz lélek, de nem folyamatosan, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy éjjel-nappal tombol és rombol az illető, hanem vannak fázisok, amikor a gonosz lélek megnyilvánul, különösen az exorcizmus alatt, és vannak nyugodt fázisok, amikor békésen, többé-kevésbé, ugye békésen élhet és dolgozhat. Nagyon jellemző az, hogy amikor ezek a krízisek elmúlnak, akkor az illető személy semmire nem emlékszik. Tehát ördögűzés alatt, amikor ugye véget ér az ördögűzés, és magához tér a transz állapotból a megszállott, semmire nem emlékszik, hogy mit mondott, mit cselekedett, tehát az nem marad meg. És ezért az illető személy nem tehető felelősség azért, amit a megszállottság állapotában, illetve a transz állapotban művelt. No, egyébként az ördögnek ez egy taktikája, hogy ő nem szívesen mutatkozik meg ilyen látványos és nagyon ugye rendkívüli módon, hanem inkább próbálja elrejteni a jelenlétét, próbálja valamiképpen elkendőzni azt, hogy miről is van itt szó. No. Az Amon atyából akkor néhány gondolat, vagy néhány gyakorlati dolog. Egyébként ugye ördögűzés szertartása, legalábbis a régebbi fajta, az ebben a kis könyve található, aminek az a címe, hogy Rituale Romanum, római szertartáskönyv. Tehát a kereszteléstől, esketéstől, temetéstől elkezdve a rózsafűzés megáldásig minden benne van, amit egy pap ugye művel misén kívül, és ebben van egy ilyen is, hogy Ritus exorcisandi obsessos a demonio, vagyis az ördögtől megszállott a exorcizálásának a rítusa. 1614-ből származik ez a rítus, bár az imári azok régebbiek, és ugye van az elején egy 21 pontból álló bevezető. Tehát, hogy tudnivaló, mielőtt egyáltalán egy pap ugye neki kezden egy ilyen esetnek, mit kell erről tudni. Tehát ugye az első is egyébként a 1999-ben kiadtak egy reformált rítus is az exorcizmusra. Ennek van egy sajátos problematikája, lehet, hogy lesz rá idő, lehet, hogy nem, de én a régiből indulok ki. Ma most is ez végzik leggyakrabban az exorcistát. Tehát az első és a legfontosabb figyelmeztetés az exorcistának, hogy ne higgyel könnyen, hogy valakit megszállt az ördög. Tudni, hogy vannak személyek, akiknek ez a mániájuk. És nem lehet őket lebeszélni, de igen, atya, akkor is én az ördög hatása alatt állok. Nem? Itt van bennem. És nem lehet sehogy se lebeszélni, ugye. Tehát ezt nem lehet csak úgy a másiknak a szavára elhinni, hanem konkrét jelek kellenek hozzá. Ilyenkor azért nagyon fontos a lelki pásztori hozzáállás, az elbeszélgetés, hogy mi alapján gondolja ezt. Milyen jelenségek, milyen szimptomái vannak ennek az állapotnak? Mióta érzi ezt?
ezeket a szimptomákat, ezeket a problémákat. Ön szerint mire vezethető vissza ez az állapot? Járt-e esetleg valamiféle sátánista szertartáson? Járt-e valamiféle kurustónál, okkultistánál, szellemidézésen volt-e esetleg? Van-e valaki a közelünkben, aki mágiával foglalkozik? Tehát ugye ezek mind ilyen gyanús dolgok. Aztán ugye nagyon fontos azt is, ugye egyébként a szertartás könyv három rendkívüli jelet említ, amik leginkább azért magában az exorcizmusban nyilvánulnak meg. Hogy az illető ismeretlen nyelveken tud beszélni, vagy megérti az ismeretlen nyelveket. A másik, hogy a korához és a fizikai állapotához képest rendkívül nagy fizikai erővel rendelkezik. És a harmadik, hogy titkos, rejtett dolgokat tud. Például távoli dolgokról, vagy számára teljesen ugye ismeretlen dolgokról is tud. Na most ezekről a nyelveken beszélésről, itt nekem is volt egy tapasztalatom, tehát ez az exorcizmus, amin én is segítkeztem Firenzében, ugye ez egy hát olyan 14-5 éves Fülöp-szigeteki kislány volt, akinek a családjában hát rendkívül ugye sok csapás érte őket, és ugye úgy érezte az illető, hogy hát itt már senki nem tud neki segíteni, és elment egy ilyen vudu kurusolóhoz. A vudu mágia az az egyik legveszélyesebb, ugye a másik a brazil makumba mágia, és ugye gyakorlatilag ott valami főztöt adott neki a kurusló, amit ő megivott ugye, és eleinte javultak is a körülmények a családban, és aztán hát elkezdett szintén ilyen rémképeket látni, meg rajzolni, meg tőle megjelent az automatikus írás, hogy elkezdett ugye írni mindenféle sátánista, istengyalázó szövegeket úgy, magától sokszor agresszívan rátámadt a családtagjaira, és nem evett, nem tudott enni, például ilyen szimptomák voltak. És ugye a másik atya az egy magyar pap volt, aki exorcizálta, és magyarul kérdezte, és a kislány ugye, aki nyilván nem tudott magyarul, nem válaszolt ugyan magyarul, de pontosan a kérdésre válaszolt, olasz nyelven. Tehát ugye az ördög minden nyelvet tud. Egyébként ugye volt, hogy exorcizmusban mondta is, hogy ugye próbált az exorcista más nyelven beszélni, és azt mondta, hogy ne fáradj, mi minden nyelven beszélünk, minden nyelven megértünk. No, tehát ugye a rendkívül erő az is olyan, hogy nem egyszer ugye az exorcizmus alatt szükség van segítkezőkre, akik lefogják az illetőt. Mert ugye rendkívül nagy erővel tud jövődni. No, szóval ez a három. Aztán tehát először azt kell megtudni, hogy mi a... Tehát hogy ténylegesen van-e szó, beszélhetünk-e ördögi befolyásról. Másik nagyon fontos, hogy világosan meg kell különböztetni az ördögi befolyást a pszichikai betegségektől. Tehát nagyon fontos a pszichiáter bevonása, de csak olyan pszichiáter lehet, aki keresztény hívő, aki nem fogja eleve az egészet ugye nevetség tárgyává tenni, vagy legalábbis olyan, aki nem zárja ki az ördögi befolyásnak a lehetőségét. Na most, ugye ez nem egy új felfedezés, mert tulajdonképpen már a 16. század elején egy ilyen exorcista kézikönyvben figyelmezteti a szertartás könyv a papot, hogy vegye, vizsgálja ki, hogy nincs ez szó esetleg valamilyen természetes pszichiátriai betegségről. Ugye hát akkor nem létezett pszichiátria, de mégiscsak valami fajta természetes okra visszavezető lelki betegségről. Van egy döntő különbség a kettő között. Az egyik döntő különbség az, hogy ugye általában manapság, amíg valaki eljut az exorcistához,
mindenfajta orvost már kipróbált. Tehát ezek a személyek általában ezerfajta orvosnál jártak, egyikről a másikig. Azt gondolták, hogy biztos ez nem jó orvos, nem ért az én bajomhoz, vagy rossz a terápia, stb. Tehát kivizsgálták a fizikai állapotot, és ugye az, hogy nincs orvosi magyarázat, nincs természettudományos magyarázat az állapotára, és a másik az, hogy nem reagál semmiféle gyógyszerre, de az imára viszont reagál. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogyha valami gyógyszeresen gyógyítható, akkor gyógyszeresen gyógyítsuk is, ne egzorcizmussal. A legbonyolultabb esetek azok, amikor a kettő egyre találkozik. Tehát, hogy van egy bizonyos fizikai alapja is a dolognak, és erre még ráépül az ördögi jelenlét is. Tehát az ördögi jelenlét általában csak még megerősíti, még súlyosbítja a fizikai tüneteket. No, szóval ez az első, amit meg kell tenni. És hogyha tényleg megalapozott a gyanú, hogy itt ördögi befolyásról van szó, akkor amortatja azt mondja, hogy el kell végezni egy rövid, úgynevezett diagnosztikai exorcizmust. Tehát lehet ez egy pár perces állóimádság, vagy kifejezetten exorcista imádság, és meg kell nézni, hogy az illető személy hogy reagál. Na most ugye ez a reakció, ez lehet nagyon változatos. Igen. Tehát van úgy, hogy nem történik semmi az exorcizmus alatt, csak másnap vagy a következő napokban érzi az illető, mondjuk, hogy jobban volt. De általában ezt az első napot nem kell tekinteni, hanem ugye a következő exorcizmusoknál mutatkozik meg a gonosz lélek jelenléte. Mondjuk Amor atya például ezt is megemlíti, hogy egyébként a szertartás úgy kezdődik, hogy van egy jó pár zsoltár, szentírási, tehát evangéliumi olvasmány, és utána az exorcista a stóláját az illetőnek a nyakára teszi, a kezét ugye az illető fejére, és elkezdi a tényleges imákat, amelyek egyrészt ugye Istenre szólnak, hogy szabadítsa meg ezt a szolgáját, másrészt közvetlenül az ördögöt szólítják meg. Na most, amennyiben az illető ugye transzállapotba kerül, akkor egyértelmű a dolog, ugye, hogy itt ördög jelenlétről van szó, és ugye Amor atya azt mondja, hogy például hogyha megkinyitja az illetőnek a szemét, és látja, hogy nem látszik a pupilla, csak a szem fehérje, tehát ez ugye egy biztos jelenlét az ördög jelenlétének, sőt, tehát ezek ilyen technikai dolgok, hogyha a pupilla felfelé néz, ugye, akkor az úgynevezett skorpiókkal van dolga, hogyha lefelé néz, akkor a kígyókkal van dolga, ez két fő kategóriája az ördögöknek. Aztán ugye különösen is érzékes mondjuk ezen a Firenze exorcizmuson is jellemző volt, hogy ugye különösen két pont volt érzékeny a fizikai fájdalomra, a fej és a gyomor. Ezek olyan fájdalmak, amikre nincs ugye semmiféle magyarázat, tehát nem gyomorrontás, nem bármiféle fizikai ok. És ugye legtöbbször ez a fájdalom időnként tehát helyet cserél, teljesen érthetetlen módon. Tehát Amor atya külön ugye kiemeli azt, hogy a különböző rontásoknál, amikor ilyen mindenféle mágikus pőztökön keresztül történt az ördögi befolyás, hogy akkor szokott fájni az illetőnek a gyomra. Aztán ugye az eleinte a gonosz lélek nem nagyon akar megnyilvánulni, tehát az exorcizmus imája ugye a hitnek az erejét erre kényszeríti, és meg is szólal. Na most azt mondja, hogy általában eleinte
hát próbálja elterelni a témát. Tehát mindenféle mellékes dologra kitér. A lényeg azonban, amit az exorcistának kérdezni kell, hogy mi a neved. Ugye, na most a név, az, hogyha már felfedi a nevét, azt jelenti, ugye, hogy már kezd ugye engedni, már veszít az erejéből. Hogyha valakinek tudom a nevét, ugye, akkor egy bizonyos módon hatalmam van fölötte, megszólíthatom, tudom, hogy kiről van szó. Tehát ezért van az, ugye, hogy a nevét kell megtudni, és ugye nagyon sokszor olyan nevekről van szó, amik a Bibliában is szerepelnek, például Belzebub, Lucifer, Sátán, Azmodeus, ugye az például szerepel a Tóbiás könyvébe, Zebulon, Meridián. Vannak olyan nevek is, amelyek a hatásra utalnak, például átok, rontás, gyűlölet, viszály, vagy akár ilyesmi. És ugye aztán azt is tudni kell, hogy hányan vannak, ugye, mert többször van úgy, hát tudjuk a gerázai megszállatból, hogy légió a neve, mert sokan vagyunk. Tehát van úgy, hogy többen is vannak, és azt mondjuk, hogy először a vezér ördögnek a nevét mondják, és mindig ő az, aki utoljára távozik, amikor ugye megtörténik a szabadítás. És azt is meg kell tudni, hogy mikor is hogyan léptek be. Tehát, hogy minek a következménye volt ez az állapot. Például az illető személy elátkozó dolgokat evett vagy ivott, ugye akkor ezeket ki kell hágnia, vagy hogyha valahol el van rejtve egy elátkozott tárgy, ami kifejtette ugye a hatását, akkor rá kell kényszeríteni, hogy megmondja, hol van, hogy azt eltüntessék. Szóval fel kell, hogy fedje magát, és hát erről is egy csomó ugye szabály van. Egyébként ez a saját lelkipásztori tapasztalatom, hogy egy asszony egyszer arra panaszkodott, hogy szintén így kibírhatatlan fejfájásai vannak, sorozatban érik őt a csapások, a munkahelyen, az emberi kapcsolataiban, és ráadásul a férje is elhagyta, és összeköltözött egy másik nővel, és ez a nő hát ilyen mindenféle mágikus dolgokkal foglalkozott, és aztán szóval egyszer csak egy éjszaka párnájában fölfedezett ilyen mindenféle színes cérmákból készült gomolyagokat, ilyen csondarabok, húzalok, különböző dolgok voltak. Ugye ez egyértelmű jele a mágiának és a rontásnak. És hát ő elhozta nekem, hogy hát ezt valahogy el kell tüntetni, ugye? És hát én el is égettem, ennek is van külön szabály, hogy szentelt vízzel kell meghinteni, az égetés alatt imádkozni kell, utána szentelt vízzel kezet kell mosni, szóval vannak itt a távolhatja egész régi történeteket mesélnek a dolgokról, hogy milyen hatással lehetnek. Na most aztán azt is tudni kell ugye, hogy a legtöbbször azért egy exorcizmus egyáltalán nem elég, hanem néha évekig is eltart ez a dolog. Egyébként nem mindegy, hogy ugye egyrészt, hogy melyik az a gonosz lélek, aki, hogy mennyire erős, ugye, aki megszállta az illetőt. A másik dolog pedig, hogy minél hosszabb idő telt el a megszállás és az exorcizmus között, annál nehezebb hely a helyzet. Tehát ez olyan, mint a bármilyen fizikai betegségnél, hogy minél korábban megy az orvoshoz az illető, annál könnyebben gyógyítható. De ha elhanyagolja a dolgot, akkor a baj gyökeretlen és nagyon nehezen ugye elváltoztatható. És aztán ugye, szóval ismét általában mondjuk a súlyos esetekben hetente szokták ezeket az exorcizmusokat ismételgetni. Pár perces is lehet, több órás is lehet, és hát attól függően, hogy mik történnek az exorcizmus alatt. Egyébként ugye a végén azt is meg kell kérdezni, hogy mikor távozik ugye a gonosz lélek. Általában gonosz lélek ilyenkor hazudni szokott, ugye, és mondjuk az is jellemző az exorcizmus alatt, hogy a gonosz lélek nagyon szenved.
ugye nem azért, mert ezek a szövegek valamiféle mágikus erővel bírnának, tehát nem arról van szó, hogy a pap egy másik mágiával próbálja a gonoszt elket kiűzni, hanem az imádság is a hit eleje, amit ezek az imák, amik ugye ezek az imák tartalmaznak. Tehát a papnak nincs semmi más hatalma, mint Jézus Krisztus hatalma, amivel az Isten fia kiűzte a gonoszokat, a gonosz elket, és amit ugye az ő egyházának átadott. Tehát Jézus Krisztus hatalmával él a pap, és ezért nagyon fontos, ugye, hogy hittel tegye. A szertartás könyv elvéri, hogy előtte maga a pap is gyónjon, hogy ne legyen a ördögnek rajta sem fogódzó pontja. Hogy előtte misézzen, hogy folyamatosan imádkozzon. Hogyha vannak jelenlevők, egyébként ezeket nem szabad nagy nyilvánosság előtt végezni, és főleg nem a média jelenlétében, hogy nehogy ilyen bohózat és cirkuszi előadást legyen belőle, hanem egy imádságos közösség jelenlétében, akik folyamatosan imádkoznak. Sőt, amikor mi Firenzében ezt végeztük, akkor a seggmestében történt az exorcizmus, a jelenlévő rózsafűzét mondtak, és közben a templomban egy másik pap misézett. Tehát ugye minden kegyelmi eszközt be kell vetni a harcba. És ugye tehát eleinte az ördög hát nagyon, hősiesnek mutatkozik, és erősnek mutatkozik, tehát azt szokta mondani, hogy te semmit sem tehetsz ellenem, ez az én lakásom, jól érzem itt magam, és itt is maradok, csak az időben vesztegeted, sőt olyan is van, hogy megfenyegeti az exorcistát. Például az Amort atya ilyeneket mond, hogy megeszem a szívedet, ma éjjel le sem fogod hújni a szemedet a félelemtől, kígyó képében jövök az ágyadba, és hasonlom. Most kell ettől félni? Ugye nagyon sok pap retteg ettől, hogy jaj, csak hogy nehogy ilyen megbízzon a püspököm, hogy ilyet végezzek, mert mi van, hogyha az ördög bosszút áll? Amort atya azt mondja, hogy ugye ő 1986-ban lett ördögűző, és 2000-valahányban nyugdíjazták. Ez alatt az idő alatt hát valami 160 ezer exorcizmust végzett, tehát rengeteg sokat, és soha-soha nem válthatta be az ördög a fenyegetését. És azt mondja Amort atya a paptársainak, hogy ha nem félsz gyóntatni, és nem félsz prédikálni, akkor ne félj exorcizmust végezni. Mert a gyóntatás az sokkal veszélyesebb az ördögre nézve, mert az illető lelkét ragadja ki az ördögnek a hatalmából, ugye? És a kározatból menti ki azt a szerencsétlen. Tehát ugye, és a prédikálás az pedig az igazságot, a hitet ülteti az illető szívébe, ami a gonosz életnek a legnagyobb ugye, félelme, az erős hit. Tehát ugye az ördöggel nem lehet meg nem támadási szerződést kötni. Hogy én nem bántalak téged, akkor te se bántasz engem. Jó? Légy jó ördög. És ne tedd engem. Tehát ilyet nem lehet csinálni. Az ördög így is gyűlöl minket, és ezt semmi sem tudja megváltoztatni. Tehát ugye az Isten kezében vagyunk. A szűzanyag védelmez minket, a szent angyalok azok sokkal többen vannak, és erősebbek az ördögnél, és azok is támogatnak minket, tehát egyáltalán nem kell ettől félni. Ugyanúgy például attól sem kell félni, hogy ez fertőző lenne. Tehát ugye sokan azt mondják, hogy jaj, csak ne az én templomomba, mert akkor itt megfertőzi a falon, a perisza magát, vagy nem tudom, majd titokzatosan itt, majd körül lengi a templomomat a gonosz élet. Nem. Tehát ugye se a hozzátartozók, se az exorcista, se az ördögűzések jelenlevők nem kell, hogy féljenek ettől, hogy akkor az ördög nekik is ártani fog, ugye. Egyébként, tehát ugye, azt a szertartáskönyv is megemlíti, hogy nem szabad az ördögnek mindenféle kíváncsiskodó kérdéseket föltenni. Ugye tehát, hogy első kézből értesüljek a túlvilágról. Milyen klíma van a pokolban, vagy nem tudom, milyen, akármilyen buta kérdéseket. Tehát az ördög egyrészt tudni kell, hogy ő a hazugság fejedelme, tehát egyáltalán nem lehet abba bízni, amit ő mond. Másrészt pedig ugye az egyetlen célja ennek a beszélgetésnek az, hogy megtudni a nevét, és ezeket a fontos dolgokat, amik ahhoz kellene, hogy ő kiűzzék. És aztán ugye, hát sajnos az ördög próbálja folyamatosan a saját érzelmeit az illető
megszállottra vagy zaklatott személyre átruházni. Tehát ő nagyon szenved az egzortizmus alatt, kétségbe esik, fél, retteg, és ugye ugyanezeket az érzelmeket kisugározza az illető személyre is. Úgyhogy gyakorlatilag általában ez az ember számára is nagyon fájdalmas és nagyon gyötrelmes dolog. Különösen, amikor már nagyon meggyengült az ördög, már közel a távozása, akkor szokott ilyen kétségbeesett állapotot sugallni az áldozatának, és nem egyszer ilyenkor az illető személy elbátortalanodik, és azt mondja, hogy úgy sincs semmi értelme, én már többet nem járok egzortizmusra, én már többet nem imádkozok, én már teljesen elengedem magam és átadom magam. Ez egy ördögi kísértés, pont ez annak a jele, hogy most már közel a szabadulás, most már nagyon meggyengült az ördög. Egyébként ezek az egzortizmusok őt igencsak ugye idézőjelben kifárasszák, meggyengítik. És ugye hát a végén már ilyeneket lehet tőle hallani, hogy meghalok, meghalok, nem bírom tovább, hagyd abba, mert elpusztulok. Tehát ugye miért olyan rossz ez neki? Egyébként ugye általában az ördögűzők mindig visszaküldik a sátánt a pokolba, tehát ugye oda kell visszamenni. Egyébként miért is tesz az ördög ilyet, hogy megszállja valakinek a testét? Hát azért, mert szabadulni akar a pokoli kínoktól, ugye? Mert ez neki egy menekülési út. Ugyanis az a végleges elítélés, hogy véglegesen a sátán is angyalai a tüzes tóba dobatnak, ugye, amint a jelenések könyvben van, az a világ végén lesz. Tehát addig mind a sátának egy bizonyos szabad kezet ad az Úristen, és ő pedig azt mondja, ordít oroszlán mondjára kószál, keresi, kinyeri el, mert tudja, hogy kevés ideje van, kevés lehetősége van, hogy ezt még megtegye. És ezért ilyen vérszomjas, és ugye mindent el akar, mindent elkövet, hogy ne kerüljön vissza a pokolba. És ezért szállja meg az embereket, és egyébként pedig, ugye hát, ezzel mivel hogy az Isten majma, így próbálja egy kicsit utánozni a megtestesülést is. Hogyha az Isten, ugye az Isten fia emberré lett, és itt a Földön jár, emberi testben, akkor ő is valami hasonlót próbál, ugye hát a maga groteszk is forsz módján. No, és egyébként ugye hát meg is kérdezte az Amort atya, hogy hát hogyha az exorcizmus alatt bevallotta az ördög, hogy most már annyira szenved, hogy ez rosszabb, mint a pokol az ő számára az exorcizmus. Erre azt mondja, hogy hát akkor miért nem mész vissza a pokolba, hogyha ott jó? Azt mondja, és itt van az ördögi gonoszságnak a lényege, mindegy, hogy én mennyit szenvedek, de az a célom, hogy ez az ember még jobban szenvedjen. Tehát az ördög, ugye a legördögibb a kár öröm. Tehát neki nincs más öröme, mint hogy lássa, hogy a másik az szenved, a másik az tönkre meg, a másikat ugye a kétségbeesésbe kergeti. És egyébként ugye tehát így történnek ezek a dolgok. Egyébként az, hogy egy exorcizmus sikeres legyen, 10% maga az exorcista szertartás, 90% az illető személynek az együttműködése. Tehát ahhoz, hogy valaki megszabaduljon a gonosz lélektől, nem lehet más, mint alapvetően a megtérés, az Istenhez fordulás, az ima élet, a szentségek gyakori vétele, Jónás áldozás, a bűnös alkalmak és állapotok kerülése, tehát alapvetően gyökeresen szakítani kell mindenfajta ugye, tehát bűn állapottal. Mondjuk, hogyha valaki továbbra is, mit tudom én, erkölcstelen házasságon kívül kapcsolatban él, homoszexuális kapcsolatban él, mágiával foglalkozik, nem akar szakítani bűnös szokásaival, káromkodik, stb. Semmi esélye nincs annak, hogy az exorcizmus sikerüljön. Tehát együtt kell működni, nagyon komoly keresztény élettel. És ugye, amikor valaki megszabadult a gonosz lélek hatásától, akkor kétszeresen kell törekednie, még húzgóbb keresztény életet élni, mert hallottuk most is az evangéliumban a misén,
hogyha a gonosz lélek látja, ugye, hogy az ő egykori lakóhely kisöpörték, fölékesítették, akkor hét másiknál a gonoszabb szellemen jön vissza, és az illetőnek az állapota rosszabb volt, mint korábban. Tehát ugye nem szabad visszasüllyedni a nagyús keresztény életbe, hanem ilyenkor nagyon ugye erőteljesen hát Istennel együtt kell élni. Mert akkor sokkal védettebb az ember. Sőt, hát tulajdonképpen megőzhetetlen. No, szóval látom már, hogy a felét sem tudom majd elmondani, amit akartam, lehet, hogy majd folytatjuk valamikor ezt a témát. Egyébként, hogy ki a különösen veszélyeztetett, illetve hogy mit kell tenni, hogy ne legyünk a veszélyeztetett kategóriában. Csak a buzgó keresztény élet, a szentség élet, a Krisztussal való együttélés, Mária szenteknek a közbenjárásának a kérése, az ő védelmüknek a keresése. Ugye kik a különösen veszélyeztetett, akik bűnben élnek. Aztán például sajnos előfordul, hogy mondjuk gyerekek is áldozatául esnek a megszállásnak. Miért? Nem a bűnösségük miatt, hanem a gyengeségük miatt. Különösen abban az esetben, hogyha mondjuk ez a szülő bűne, például az amortatja volt, hogy exorcizált egy apácát, akit az ördög azért szállt meg, mert az apja sátánista rítusokat végzett, és a lánya fölött is kiskorában ilyetődött, és fölajánlotta őt a gonosz léleknek. Ugye hát ez sajnos a sátánizmus része, hogy a szektatagok ugye a gyerekeiket néha magzati állapotban fölajánlják a gonosznak. És hát ő, ugye hogyha hívják, hogyha valamit kínálnak neki, akkor ő azonnal jön is reagál, tehát birtokba veszi, sajnos. Ugye aztán ugye a fiatalok, különösen azok a fiatalok, akik ugye hát Istentől távol élnek, ezt a hedonista, élvezetközpontú, önző életmódot élik, mint manapság nagyon sok fiatal. Aztán ugye például itt van ez a könyv, amit kiadtak 92-ben, Sátánizmus és rockzene, a Bencés kiadó. Tehát vannak olyan zenei együttesek, akik egyrészt a szövegeikben ugye a sátán magasztalják, másrészt a tagok életmódja olyan, hogy ugye sátánista kultuszt végeznek, vagy pedig ilyen rejtett üzeneteket is becsempésznek ugye a háttérbe, tehát mondjuk, hogyha visszafelé hallgatjuk a zenét, meg stb. Tehát ez azért nagyon komoly ajtó lehet a gonosz lélek számára. Aztán ugye, szóval olyan is ugye megjegyez az amortatja, hogy több nő jelentkezik nála exorcizmusra, mint férfi. Ez nem azért van, mert a nők nyitottabbak lennének a gonosz lélek számára, hanem a nők általában jobban odafigyelnek a dolgokra, ugye mondjuk az orvoshoz is egy hölgy sokkal gyorsabban előbb megy, és sokkal ugye jobban törődik az egészségével, a férfi az pedig azt mondja, hogy hát majd lesz valami, nem törődök ugye semmivel. Hát ugyanígy, nem egyszer ugye sajnos főleg olyan férfiak, akik távol vannak a vallás gyakorlástól, és hallja, hogy hát paphoz kell menni, imádkozni kell, meg kell térni, gyónni kell, akkor inkább nem, akkor jól érzem én magam az ördöggel, nem akarok tőle szabadulni, nem egyszer ugye ilyen tapasztalat is volt. No. Szóval most tényleg befejezem, mert nem akarom nagyon hosszúra nyújtani, és akkor a konkrétumokat majd talán a következő alkalommal. Tehát lényeg az, hogy kell-e félnünk az ördögtől, annak a keresztény hívőnek, aki ugye Istenben él, annak biztos, hogy nem kell félni. Egyébként az Úr Jézus azt mondta, hogy aki benne hisz, tehát annak hatalma lesz az ördögök felett. Egyébként azzal is összefügg, hogy ki végezhet exorcizmust. Ugye ahhoz, hogy valaki exorcizmust végezett, hivatalosan ebből a könyvből a szertartást elvégezze, és ennek a szertartásnak a részeként megszólítsa az ördögöt, ugye egyébként ez, hogy exorcizmus, ez az exorcizo igéből ered, hogy esküvel kényszeríteni valakit. Tehát, hogy kényszeríti esküvel a sátánt, hogy távozzon. Most ezt vagy püspök kell, hogy legyen, aki ennek ezt végezheti, vagy külön fölhatalmazással rendelkező pap.
Tehát én mondjuk nem csinálhatok ilyet, mert nincs püspöki engedélye. Magyarországon vannak papok, akiknek van. Ugye a püspök csak olyat választhat ki erre a szolgálatra, aki ugye felhetetlen, erkölcsű, erős hitű, jó egészségű, józan gondolkodású, tehát hogy nem lehet könnyen becsapni, és nyilvánvaló, tehát olyan valaki, aki hát a hivatása magaslatán áll. Mindenképpen az erős hit a legfontosabb a dologban. De mindenki más, tehát például én, mint egyszerű mezei pap, azért sokszor végzek kis exorcizmusokat, mikor? Például a keresztség szertartásában, ugye. A keresztségnek a régi ritusban az egész első része csupa exorcizmusból áll. Tehát ugye miért egy kis baba megszállott? Egyáltalán nem. De mivel az eredeti bűn állapotában van, és ezáltal ugye a gonosz lélek jól fogja rá, ezért ki kell őt ragadni a gonosz lélek hatalmából. Azután például a régi ritusban a betegek kenete, az egy exorcista imával kezdődik. Tehát, hogy ráteszem a kezem a betegre, azt mondom, hogy a XY szente közbenjárására szűnjék meg fölötted a gonosz lélek minden hatalma. Utána megkenjük szent olajjal az összes érzékszervét. Ugye a keresztség szertartásában is az érzékszervek fontosak, tehát főleg a felnő keresztségnél. Miért? Mert az érzékszervek a gonosz számára a kapuk, tehát azokon keresztül lép be. Ezt ugye az exorcisták mondják. Ezután egy csomó szentelés, áldás exorcizmussal kezdődik. Aki volt vízkeresztkor a régi ritusú misén, az látta, hogy ott a szertartás jó része tulajdonképpen a gonosz lélek ellen exorcizmus. Külön exorcizálom a sót is, a vizet is, tehát kivonom a gonosz lélek hatalmából, és utána Istennek szentelem. Tehát egy csomó ilyen szertartás van. Aztán például ugye vannak ezek a szentelmények, amik nagyon jók ugye a gonosz elleni védekezésképpen, tehát skapulári, csodás érem, szenvedek érem, ezeket ugye mind először is meg kell áldatni egy pappal, és annak is a része az exorcizmus, másrészt pedig használni kell, de nem úgy, mint egy amulettet, hogy ugye kiakasztom az autóba, és akkor ott vigyek, és nem gondolok soha az Istenre, meg a szűzanyára, hanem imádsággal kell használni. Tehát ezek nem varázsszerek, hanem csak az imádsággal és az Istenbe vetett hittel együtt segítenek. És utána ugye végezhetek érint sima mezei pap, de bármelyik megkeresztelt hívő, aki tényleg bízik az Úr Jézus Krisztusban is abban, hogy hát ő legyőzte a sátán, végezhetünk szabadító imákat. Tehát akit az örök gyötör, vagy hogyha mi érezzük, hogy támadás alatt vagyunk, akkor Istenhez fordulunk, tehát nem szorítjuk meg az ördögöt, ez a nagyon fontos különbségtétel, hogy nekünk nincs arra hatalmunk, hogy neki közvetlenül parancsoljuk, de Istenhez fordulunk, mint az ő gyermekei, és kérjük az Úristen védelmét, és élünk ugye ezekkel a szentelményekkel. Hát ez a szabadító ima, és ez is nagyon-nagyon sokat számít, és sokat jelent, és néha már ez is elég, hogy valaki megszabaduljon a támadástól. És egyébként tényleg zárásként, hogy ugye ez a modern rituálé, amit ugye kiadtak 1999-ben, ez elég sokat a régi kipróbált, hatékony imákból eltörölt, és hát egy csomó olyan imát vezetett be, amik az exorcisták szerint kevésbé hatékonyak. Ugyanúgy, hogy például már a szentelt víz, a vízszentelésnél is eltörölték az exorcizmust, egy csomó keresztség szertartásából. Tehát ma, amikor az ördög fokozottabban támad, mi kevesebb eszközt adunk a hívek kezébe és a papok kezéről védekezzenek. Ez egy sajnálatos eset, és az Ámor atya is panaszkodott többször, hogy ugye ő próbálta valahogy a világ exorcistáit, az ő becslése szerint 500-600 exorcista van világszerte, azokat próbálta ugye egy közösségbe tömöríteni, hogy ugye kicseréljék a tapasztalatokat, ugye, hogy tudjanak egymásról, és egyszer összejöttek Rómába, még a 80-as években, és nem kértek pápai kihallgatást, csak annyit kértek, hogy a Szent Péter téren a Vatikánban részt vegyenek egy szerdai nyilvános pápai kihallgatáson. És megtagadták tőlük. Mondván, hogy hát ezek ilyen középkori babonákat terjesztenek, ez nem fér bele a mai világ egyházképbe.
És ugye hát ehhez képest nagyon nagy öröm, hogy 2014. június 13-án ugye megalakult a klérus kongregáció engedélyével, tehát római engedéllyel a exorcisták világszövetsége 250 exorcistával. Ennek a szellemi ugye atya az Amor atya, a Gabriel Amor, most ugye ő nagyon idős, úgyhogy egy másik elnöke van, és hát ténylegesen Rómában számos pápai egyetem minden évben meghirdett kurzusokat papok számára, hogy ezeket részt vegyenek, hogy képzett exorcisták legyenek, és olyanok, akik nem csak ugye könyvekből tudják ezeket a tudnivalókat, hanem a gyakorlat, tehát mindig van egy gyakorlati része. Olyanoktól kell tanulni, akik ezt évek óta csinálják, mert a könyv a csomó minden nem említ, amit a gyakorlatról lehet tudni, de ugye úgy nemzedékről nemzedékre átadott tudás tulajdonképpen. Úgyhogy örvendetes dolog, hogy azért vannak ugye pozitív jelek, a remény jelei, és hát még a mostani pápa is megemlítette, ugye, hogy úgy kell tekinteni az exorcizmusra és az exorcistákra, hogy ez a felebaráti szeretet egyik szolgálata. Tehát nekem van egy embertársam, aki nagyon szenved, aki nem tud segíteni az orvostudomány, és az embertársai sem tudnak segíteni, csak a Jóisten az egyházon keresztül. És hát bizony, hogyha én ennek ellenére azt mondom, hogy én nem akarok rajtad segíteni, menj a pszichiáterhez, akkor én halálos bűnkövetek el ezáltal. Tehát a szeretetet tagadom meg, a segítő kezemet tagadom meg valakitől, aki ugye nagyon súlyos állapotban van. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az egyház ezt a dimenzióját újra felfedezze, hogy így is segíthetek az embertársaimon, és nem utolsó sorban, hát gyakorlom azt a parancsot, amit ugye az Úr Jézus adott a mennybe menetele előtt, hogy gyógyítsatok betegeket, üzzetek ki ördögöket, ingyen kaptátok, ingyen is adjátok, tehát ez szerves része az egyház missziójának, és a Karitásznak is. És hát mi pedig, mint egyszerű hívők, illetve én, mint vad, pedig hát tudjuk, hogy van egy ilyen veszély, hogy mi is ne a Isten támadás alá kerülhetünk, vagy a szeretteink, de hogy nem kell kétségbe esni, mert van hova menni, van kitől segítséget kérni, van Benedék, csak hit kell, imádság kell, és végtelen bizalom a Jóistenben, mert hát Krisztus legyőzte a sátán, és hát övé a végszó, és ez legyen a részedről is a végszó, aztán majd lehet, hogy máskor is alkalmat kerítünk. Nagyon szépen köszönöm a kedves figyelmüket!